Egyeztető ülés az U19-es világbajnokságról, Érden járt az IHF versenyigazgatója. Színes programok, ismeretterjesztő előadások, szombaton tartották a múzeumok éjszakáját. A magyar úszás napja az országos eseményhez Érd is csatlakozott a hétvégén. Köszöntöm a nézőket, önök az Érdi Városi Televízió híradóját látják. Az elmúlt hétvégén Magyarországra érkezett Leon Kalin, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség versenyigazgatója, hogy tárgyalásokat folytasson az augusztusban Érden és Budaörsön megrendezésre kerülő U19-es kézilabda világbajnokság helyszínén. Az IHF munkatársa mindent rendben talált, így augusztusban várhatóan zökkenőmentesen kezdődhet meg a világesemény. A június 20-án megtartott rendkívüli közgyűlést követően Segesdi János alpolgármester elmondta, hamarosan átadják Érd új sportcsarnokát. Ezzel gyakorlatilag véget érhetnek a találgatások, ugyanis hetek óta téma volt a városban, hogy vajon sikerül-e birtokba venni az augusztusban megrendezésre kerülő U19-es világbajnokság előtt a létesítményt. Úgy fest, minden nehézség elhárult, és semmi akadálya annak, hogy Érd is részese legyen az eseménynek. Ezt megerősítendő Leon Kalin, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség versenyigazgatója. Az elmúlt hétvégén Magyarországra, ezen belül Érdre látogatott, ahol részt vett a helyi szervezőbizottság ülésén. A Nemzetközi Kézilabda Szövetségnél bevált gyakorlat, hogy világverseny megrendezése előtt úgynevezett workshopot tartunk, amelyen tisztázzuk a nyitott kérdéseket. Ugye reggel volt egy gyors eligazítás, amikor itt volt a Vetési Iván úr és a MKS elnöke. Aztán meglátogattuk a sportcsarnokot, ott volt egy bejárás, megnézte a Leon Kalin úr a sportcsarnok állását, illetve ott a zónákat, a különböző olyan területeket megnéztük, amik speciális elbírálást igényelnek. És itt pedig a tárgyalások alatt egyenként végigmegyünk minden egyes ponton, ami a szervezések kapcsolatos, onnantól kezdve, hogy a hoteleknek a szálloda, tehát a szobaelosztása, az étkezés, a szállítás, a különböző kommunikációs, marketing, promóciós ügyeknek az állása, egészen a legapróbb részletekig az IHF ellenőreinek, játékvezetőknek az érkezése, mit esznek, hol esznek, hánykor esznek, hogy mosatjuk ki a ruhájukat, tehát egy nagyon komplex feladatsor. First I would like to speak about the nice things that happened. Először a kellemes dolgokról szeretnék beszélni. Mindenek előtt nagyon boldog vagyok, hogy sor kerülhet az érdi sportcsarnok átadására. Egyúttal köszönetemet fejezem ki a Magyar Kézilabda Szövetségnek, a helyi szervezőbizottságnak, illetve az érdi klub munkatársainak. Azt gondolom óriási dolog, hogy a csarnok átadására egy világesemény keretén belül kerülhet sor. Borsos Attila elmondása szerint az IHF versenyigazgatója elégedett az eddigi munkával, szinte mindenben azonosak az elképzelések, persze van még néhány apróság, amiben egyeztetniük kell majd. Nyilván vannak részletek, amiken vita folyik még, de hát ez természetes. Azt hiszem, hogy még az utolsó napon is ki fog derülni még egy-két dolog, hogy azt nem így kéne, hanem úgy. Mi így gondoltuk, hogy úgy gondolják. Tehát ez egy nagyon stresszes 6-7 lesz még, mert tényleg minden egyes apró részletre figyelni kell. Hát egy ilyen versenynek a szervezése az ugye vannak nagy elvek, meg nagy követelmények, de aztán valójában, ahogy közeledik a verseny, a részletek a lényegek, és ez azért mindig kiderül egy apró részletről, hogy még van mit rajta javítani. In general, I don't see any negative things. Általánosságban nem tudok semmiféle negatívumról beszámolni, a nyitott kérdéseket próbáljuk tisztelni, és még egyszer külön köszönöm a szervezőbizottságnak, akik kiváló munkát végeztek. For the World Championship, and as I said, I'm confident, and I would take this opportunity to congratulate the organizing committee for the stage of the preparation that we are now in.
A világbajnokság kezdetéig kicsivel több mint 6 hét van hátra. Ennyi idő áll rendelkezésre arra, hogy minden kérdést tisztázzanak a szervezők, és hogy a világverseny lebonyolítására alkalmas állapotba hozzák az ez idáig üresen álló sportcsarnokot. Az ETV Érdi VSE július 3-án sajtótájékoztatót tart. Akkor vélhetően bővebb információ birtokába juthatunk. A Magyar Földrajzi Múzeum ebben az évben is csatlakozott az immáron 14. alkalommal megszervezett országos rendezvényhez, a Múzeumok Éjszakájához. A korábbi évekhez hasonlóan idén is színes programokkal, ismeretterjesztő előadásokkal várták az érdeklődőket szombaton. 2003-ban a Kulturális Tárca kezdeményezésére született meg a Múzeumok Éjszakája című programsorozat, amely mára már a nyár legkiemelkedőbb kulturális eseményének számít. Európa számos országában megemlékeznek a múzeumokról, és rengeteg olyan programot adnak, amelyek erősítik a kulturális értékek iránti érdeklődést, a tájékozódást, de ad egy kis szórakozást is, hangsúlyozta dr. Kubasek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója. A cél nem csak az, hogy sokan jöjjenek kiállítást megnézni, hiszen jöhetnek az év másokat, de nyilván többen jönnek. Már a mai nap látogatottság az kimagaslóan több, hiszen országos események kötik a múzeumhoz az eseményeket. Jóval többen jönnek. Múzeumok iránt van érdeklődés és igény. Nem mondom azt, hogy ez elegendő, hogy nem lehetne több, de itt is azért jó sokan eljönnek, megjelennek, és érdekli őket a program, a múzeum, a kiállítása, amelynek megnéznek, vannak táblatvezetéseink. A lényeg az, hogy a kultúra ennek a sajátságos világnak, a kultúrának, a múzeumi szféra része az ne csak holt tárgyak birodalmává válva jelenjen meg. Természetesen azok is, hiszen a muzeológia tárgyköréhez hozzátartozik a tárgyaknak az ismerete, de azok gondolatokat is ébreszthetnek, és az előadások minden múzeum sajátos profiliához kötődően, vagy események, vagy színdarabok, vagy egész más rendezvények, azok ezt a kulturális tájékozódást segíthetik. És a fő cél ez? A fő cél ez nem csak az, hogy a látogató számok statisztikai adatait hogy tudjuk. Most hallja a tapsot, ezt a gyerekek műsorba váltják, és hogy ez itt van, ez nem véletlen, és hogy a Körösi Csoma iskola diákjai tartják. Itt nagyon sok bonyolult összefüggés, hálózat, véráram körébe kapcsolhatunk be egy-egy intézményt. És fontosnak érezzük azt is, hogy ez ne csak szenvedést adjon, hanem egy kicsit ösztönzést is a jövőbe. Jöjjenek el múzeumba, az is legyen része az életünknek. Érdem mindig igyekeznek a Magyar Földrajzi Múzeum profiljához kötődő műsorokkal kedveskedni a látogatóknak. Az idei programot közel egy éven át szervezték. A múzeum kiállításai nem holt tárgyak. Szó sincs arról, hogy ezek csak a vitrinekben lévő holt tárgyak. Ezek olyan értékek, amelyek most újra életre kelnek. Ha megnézzük Csolnoki Hajdani festett diaképét és a mai digitális technikával készült felvételeket, láthatjuk persze a különbségeket is, de azt is, hogy megy előre a világ, de maguk korában a mi utazóink, felfedezőink is milyen értékeket tettek. Fontosnak tartjuk azt is, hogy Érd csatlakozzon ahhoz az országszerte jelentős és nagy érdeklődés kiváltó mozgalomhoz, mert most már így kell mondanunk a múzeumok éjszakát, mert már nem csak múzeumok, kiállítóhelyek, templomok, egyházi közösségek, kulturális intézmények, művelődési házak is részt vesznek, és ez nem baj. Ha színvonalas programokat adnak, akkor ez nagyon fontos. Mi nem kérünk belépődíjat ezekért a programokért, nem azért, mert nincs értékük, hanem azért, hogy minél több ember eljöhessen, minél több ember érezhesse ezeknek a szépségét, ízét, és Érd várossal tartja fenn a múzeumot, de ez nem csak fenntartás jelent, hanem a gyarapításnak, a fejlesztésnek, az előrelépésnek is fontos hátterét és bázisát adta mindig a város, ezért kötelességünk, hogy visszaadjunk mi is a város lakosságának és a vendégeiknek is, akik messziről is eljönnek. Fontosnak érezzük, hogy a múzeumok éjszakája az, mely mindig június 22-én a Szent István naphoz kötődnek. A Szent István napi eseményekhez, és a Szent István napi éjnek a mágiái, azok valahol bevilágítják a kultúra égboltját is, és ezen az égbolton vannak csillagok. Ne a sötétséget lássuk, a csillagok ragyogását vegyük észre, és a kicsi parányi csillagok ragyogása, az mindig több erőforrás lehet, és nem a sötét égbolton kell buslakodni, hanem örülni kell a csillagok ragyogásának. És én bízom benne, hogy az itteni előadók is ugyanilyen csillagok, szándékosan mondom, hogy nem sztárok, de csillagok és az ő munkájuknak a kisugárzása másoknak is hozhat örömet. A különböző ismeretterjesztő előadások mellett múzeumi tárlatvezetésen is részt vehettek az érdeklődők.
Mindenki vizes lesz. Ez volt a szlogenje a június 22-én megrendezett Magyar Úszás Napjának. Valamennyi megyeszékhely és több megyei jogú város így Érd is csatlakozott az országos eseményhez, szombaton a Gárdonyi tanúszoda is ingyenesen volt látogatható. Az úszodában színes programokkal várták a vízisportok szerelmeseit. Június 22-e a Magyar Úszás Napja. A Magyar Úszószövetség kezdeményezése országos eseményé nőtte ki magát, amelyhez városunk is csatlakozott. A rendezvény célja az úszás népszerűsítése és az úszósport iránti figyelem felkeltése. Az úszás népszerűsítése a cél. Most van a nyíltvízi úszó OB Balatonon, illetve a öböl átúszás, és azt a célt tűzte ki maga elé az úszószövetség, hogy népszerűsítse a sportágat. Az is lényeges, hogy tulajdonképpen az úszás az egészségmegőrzéshez hozzátartozik, és azon kívül igen fontos tényezője annak, hogyha valaki víz közelébe kerül, akkor életben maradjon. Minél több ember ismerje meg, még jobban talán kerüljön közelebb a sportághoz, legyen módja kipróbálni, legyen módja akár helyi szinten, tehát például itt Érden is a saját úszodát kipróbálni, megismerkedni a sporttal, megismerkedni a versenyzőkkel is akár, ez a cél. Én már 10 éve úszok, sőt több mint 10 éve. És hát nagyon szoros a kapcsolatunk. Köszönöm, már nem tudom, hogy miért szerettem meg, mert úgy volt, hogy a szüleim beírattak úszásoktatásra, és akkor így nem vettek ki belőle, hanem ebben maradtam. Szóval nem igazán volt választásom, hanem úgy folytattam. Főképp most így a melegebb napokban, hogy a víz ugye hűsít, de úgy általában, hogy minden testrész megmozgat, és jó hatásra van ugye a testre. A Magyar Úszás Napját az Érdi Létesítményüzemeltető Kft. És az Érdi Úszósport Kft. Is segítette azzal, hogy az úszodát egész napra azok rendelkezésére bocsájtotta, akik szerettek volna részt venni az eseményen. Az úszodában mindenkit színes programokkal vártak. Általában a megyejogú városokat keresték meg, hogy csatlakozzanak ehhez a Magyar Úszás Napjához, és így jutottunk mi is arra az elhatározásra, hogy igen, mi is ezt felvállaljuk. A leglényegesebb a Balaton melletti főesemény, ahol a Risztov Éva részvételével egy hosszú távúszás, nyíltvízi hosszú távúszás folyik, azon kívül kisebb távon olyan hírességek, mint Darnyi Tamás, Kásás Tamás szintén becsatlakoztak ehhez az eseményhez, ők a 2,5 kilométeres úszást választották. Hát mi maradtunk a saját berkeinkben, és az úszó egyesület vezetésével itt helyi rendezvényt valósítottunk meg. Ingyenes az önkormányzati jóvoltából a belépő, tehát bárki jöhet úszni szabadon. A különböző programok kapcsolódnak. Van egy váltó, egy egész napos váltó, ami azt jelenti, hogy vannak résztvevőink, akik reggel 6-tól este 6-ig folyamatosan váltóba úsznak 800 métereket, illetve időnként, óránként 50 métereket, és összesített csapat eredmény lesz benne. Ezen kívül az amatőröknek lehetőségük van egy órán belül minél többet úszni. Tehát aki bejön, akármilyen amatőr vendég, és jelentkezik, regisztrálnálunk, akkor úszhat egy órát, és a 5 legjobb eredményt elérők között, hát ők jutalmuk kapnak egy 10 alkalmas szabadbérletet. Lehetett kipróbálni a búvárkodást, itt volt egy búvároktató, aki a gyerekekkel együtt merülve tanította a gyerekeknek a merülést, a légzésvételt, a lábúszony használatát. Akkor vízilabda játék először is csak ilyen labdázgatás, passzolgatás volt, és utána pedig két kapus játékot is játszottak, ahol igazi úszósapkát, tehát vízilabdás sapkát lehetett fölvenni. Tehát ilyen dolgok voltak, amik úgy népszerűsítették a vizet. Azért vagyok itt, mert részt veszek azokban a programokban. Konkrétan reggel 6 óta, most este 6-ig folyamatosan úszunk, ilyen 6 fős csapatokban, mindenki 800 métert úszik. A Magyar Úszószövetség tájékoztatása szerint összesen csak nem 3000-en szálltak vízbe a rendezvény központjában, Balatonfüreden. Az ország többi nagyvárosában pedig több 10000-en vettek részt a Magyar Úszás Napja keretében megrendezett programokon. Kedden virradóra a nyugati és középső területeken borongós, keleten erősen felhős időben lesz részünk, kisebb eső, záporok várhatóak. Az északnyugati szelet nyugaton élénk olykor erős lökések kísérhetik, 12 és 16 fok közé hűl a levegő. Napközben országszerte lényegesen hűvösebb, kellemetlen szeles időben lesz részünk, több helyen várható eső, zápor csak rövid időszakokra süthet ki a nap. A legmelegebb órákban 15 és 23 fok közötti értékekre van kilátás.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök az Érdi Városi Televízió híradóját látták. Híreinket megtekinthetik a www.érdhiradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban is, további kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, viszontlátásra!